Igazi nyári napsütéses meleg idő fogadta a futás szerelmeseit az 5. Kadlót félmaratonon. Sokan már a minden testrészt alaposan átmozgató bemelegítésnél megizzadtak, és ez a futás közben csak tovább fokozódott. 3, 2, 1, lövés! A futók a Salgótarjáni Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola előtt rajtoltak el az 5, 10 vagy 21 kilométeres távon. Az 5 kilométeres futamon a nógrádiak remekeltek, az abszolút elsőséget Tóth Barbara és Szurok Balázs szerezte meg. A félmaratont választó versenyzők egyéniben vagy négyfős váltóban 150 méteres szintkülönbséget leküzdve egészen kifutottak a tóstrandra, és onnan visszafordulva értek be a célba. Most csak 5 kilométert futottam, hát azért 5 perc alatt van az időm, olyan 26 perc körül értem be, az nekem jó, mert megvan hozzá a korom is, magasságom is. A félmaratont végül a hölgyeknél Horváth Ágnes, a férfiaknál pedig majd 1 óra 33 perces idővel Harrer Tamás nyerte meg. Nagyon meleg volt, embertelen volt a vége felé, bár nagy kihívás volt, de élveztem végig. Befutottam meg, megkönnyebbülés is. Teljesen jó volt. Erre készültem nagyon a versenyre, mert már tavaly is voltam itt, tavaly nem sikerült nyerni, most összejött, úgyhogy boldog vagyok. A futók között a félmaraton országos csúcstartója Kadlót Zoltán is elindult 10 kilométeren, és az olimpikon hosszú távfutó Csere Gáspár mögött második lett. Folyamatosan edzem, de nem készülök különösebben versenyekre, és nem futottam ilyen sok hosszút, mint annak idején, és azért nem is vállaltam be a félmaratont, mert én úgy nem szeretek odaállni, hogy csak végigfussam a versenyt, nekem a úgymond a véremben van a versenyzés, tehát ha odaállok, akkor versenyzek. Úgyhogy ezért is választottam a 10 kilométert. Próbálom népszerűsíteni a futást, biztatom a gyerekeket, hogy induljanak, edzenek, egészségesen éljenek. Nekem most már ez a lényeg, az, hogy segítsek a tanítványaimnak. Nagyszerű edzés volt, főleg, hogy a meleggel is meg kellett küzdeni, úgyhogy tényleg nagy akaraterő kellett ahhoz, hogy teljesítsem ezt az egyébként csak 10 kilométeres távot, de hát reggel 9-kor rajtultunk, így is, még így is nagyon nagy hőség volt, de nagyon nagy élmény volt, én elsősorban ezt most nem versenynek fogtam föl, hanem egyrészt edzésnek, másrészt azért jöttem, hogy jól érezzem magam. Kezd a tokiói olimpia közeledni, ami jövőre augusztusban lesz, elindult most idén már a kvalifikáció, úgyhogy gyűjteni kell a pontokat, nagyjából ez most a fő cél, és ezen belül sok verseny van. Például most szeptember-októberben lesznek a félmaratonon, maratonon a magyar bajnokságok, amelyek szintén beleszámítanak a kvalifikációba. A nagy hőségben a 10 kilométeres távot az Európa-bajnok ultrafutó Bogár János is teljesítette, aki korábban a 320 kilométeres Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon már 6-szor győzött. Zolinak ez az eredménye, ez minden felülírt, terveztem mindenféleképpen, hogy itt leszek, és tényleg láttam, hogy még mindig is jól fut, 10 kilométerre indult ő is, hát fantasztikus, amit elértél, az országos csúcsa ez 20-valahány éve, hát le a kalappal előtte. 10 kilométer általában nem szokott gond lenni, de hát megizzasztott, igen, nekem ezek a gyorsfutások nem tartoznak bele az edzésből, és így a verseny retoárba, de élveztem nagyon itt a pályát, nagyon kellemes környezet volt. We'll be right back.
futóverseny névadójának tanítványa, az ifjúsági Európa-bajnok öttusázó Barta Luca szintén rótta a kilométereket, és 10 kilométeren a leggyorsabb női versenyzőként ért célba. Szeretek itt versenyezni mindenképpen, ugye kagya miatt is, és tényleg nagyon élvezek így vele futni, meg vele készülni, de ez a mostani futás nem volt az igazi, így az érettségi közben nem annyira tudtam felkészülni, úgyhogy egy edzésnek tökéletes volt, inkább azt mondom. Nagyon nehezen bírom a meleget, úgyhogy én nagyon-nagyon szenvedtem igazából már az első kilométertől, és a végén meg már főleg. Ezt bírni kell, szóval aki bírja a meleget, annak jó, én sajnos nem közéjük tartozom, úgyhogy nekem nehéz volt nagyon. Az 5. pünkösdi kadlót félmaratonon idén közel 200 sportoló küzdött meg a nagy meleggel és a kilométerekkel.